Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Inspiráló volt hallani nagyon az ellenzéki frakcióvezetők felszólalását, és ha megengedik, megragadnám az alkalmat, hogy reagáljak is rá, mielőtt a miniszterelnök úr által elmondottakra reagálnék, kötelességemnek eleget téve. Gerencsér úr, ha megengedi, egy jó tanácsot hadd adjak, hogyha a parlamenti felszólalását a ChatGPT-vel írja, akkor olvassa át, mielőtt visszamondja, és ne izguljon közben, mielőtt, vagy mi alatt felolvassa. Ami nagyon bánt, hogy nincs itt Szabó Tímea képviselő. Azt mondja, azért abban reményben, hogy visszatér, Ungár Péter frakcióvezető úrhoz fordulok, mint egy makói hódmezővásárhelyi református család sarja, hogy bebújjak a felmenőim bőrébe, és azt szeretném mondani önnek, hogy a svéd NATO csatlakozás körüli vita az nem üzlet. Abban ne tessék üzletet vagy bótot, ha úgy tetszik keresni. Ugyanis a svéd NATO csatlakozás körüli vita, az, ha jól értem, a két parlament közötti vita, és nem üzleti alapon fogalmazódik meg, hanem az egymás tiszteletének kifejezése iránti hiányérzetből fakad. Azt szeretnénk kérni ezúton is, ha tud ebben segíteni, akkor használja a kapcsolatrendszerét. Azt szeretnénk kérni a svéd parlamenti képviselő kollégáktól, illetve a svéd politikai elittől, a svéd sajtótól, hogyha nem muszáj, akkor ne sértegessék Magyarországot alaptalan hazugságokkal, ne illessék alaptalan vádakkal, és lehetőleg, hogyha együtt kívánnak velünk működni ezúttal a NATO csatlakozás kapcsán, akkor legyenek kedvesek partnerként, és ne ellenfélként, ellenségként tekinteni Magyarországra, és amíg ezeket a vitákat nem tisztázzuk, addig értsék meg, hogy nem töretlen és nem osztatlan a lelkesedésünk az ügyben, hogy a svéd NATO csatlakozást ez a parlament mielőbb megtárgyalja. Szeretnénk egy konszolidált viszony, de ez úgy nem megy, hogy a svédek folyamatosan köpnek egyet Magyarország felé. Azt szeretnénk, ha ez nem lenne, ha eznek az ellenkezője történt. Miután a Jobbik frakcióvezetője többször említette az orosz barátságot, sokadjára ebben a teremben, de újra és újra szeretném önnek elmondani, hogy az önök európai parlamenti képviselője ellen van nemzetközi elfogadó parancs. KG Béla néven ismeri a hazai közvélemény, azért van ellen elfogadó parancs, mert kémkedett az oroszok számára az Európai Uniós intézményrendszerben. Az önök pártelnöke volt az, Gyöngyösi Márton volt az, aki 2014-ben a krími népszavazáskor megfigyelőként volt jelen, és legitimálta a jelenlétével azt az eseményt, melyet a teljes nyugat elutasított, és szintén az ön pártelnöke, Gyöngyösi Márton volt az, aki a Donyecki választáson szintén megfigyelőként vesz részt, és miért adta a népek önrendelkezésének diadalaként mutatta be azt az aktust. És azt szeretném önöknek mondani, hogy amikor önök kamuszabadságharcról beszélnek, akkor mégiscsak azokat a vitákat nevezik kamuszabadságharcnak, amelyeket Brüsszellel folytatunk, amelyek a migráció, a háború, a szankciók, a gender témájában zajlanak, és azt gondolom, hogy amikor ezeket kamu szabadságharcnak nevezi, akkor mindazokat a fontos témákat nevezi kamunak. Ugyanis, ha nem venné észre, a keleti határainknál háború dúl, a déli határainknál erőszakos migrációs előretörés és betörési kísérletek zajlanak, a nyugati határaink felől pedig gazdasági és politikai típusú támadás alatt áll Magyarország. Ebben a helyzetben önök mindezt bagatelizálják, vagy úgy tesznek, mintha nem lenne, az erősen felelőtlenség. De hagyd térjek rá Szabó témára, miután nem tért vissza ezért a távol létében. Azt nem gondoltam volna ma reggel, amikor elindultam a közös munkájunk felé, hogy Szabó Tímea száját el fogja hagyni az a szó, ránk nézve, hogy hazaáruló. Pont Szabó Tímea száját el fogja hagyni az a szó, hogy hazaáruló. Éppen ezért szeretném néhány dologra Szabó Tímea képviselőasszonyt emlékeztetni. Az első az, hogy mégis minek nevezik önök azt, amikor amerikai dollármilliárdosok dollármilliókat fordítanak arra, hogy önök itt Magyarországon politikai hatalomra tegyenek szert.
Önök mégis minek nevezik azt, önök, akik egyébként az elveszett adományládikák fosztogatói, minek nevezik azt, amikor a magyarországi választások előtt megjelenik törvénytelenül jó néhány millió olyan dollár, amelyről önök is pontosan tudják, hogy azért kapták, hogy aztán majd az adományozóknak meghálálják, ha politikai hatalomra szereznek, vagy tesznek szert. Önök minek nevezik ezt? A mi fölfogásunkban ez a hazárulás, tisztelt Szabó képviselőasszony. És mindent egybevetve azért az mégiscsak lehangoló és sőt felháborító, hogy éppen Szabó Tíme asszony, aki a belpolitika külkereskedője, meri itt azt mondani a magyar parlamentben arra a kormányra, amelyik még a saját politikai integritását is megsértve, de mindig a magyar érdekeket teszi előtérbe, és minden nemzetközi vitába beleállunk. Ne, pont önök olvassák mindig a fejünkre, hogy minden nemzetközi vitában, minden olyan vitában, ami a hazánk sorsáról, biztonságáról, jövőjéről szól, mi mindig a magyar álláspontot képviseljük. De talán ezen menjünk is túl. Örülök, hogy Gyurcsány frakcióvezető úr szóba hozta a Haza vigyázz rád új szlogenjét. Én egyetemista, végzős egyetemista korom óta emlékszem rá, hogy mennyire vigyáz rám a haza. Szocialista kormányok alatt végeztem az egyetemen, és utána kezdtem az életemet. Az a helyzet, hogy a haza annyira vigyázott akkor a magyarokra, hogy elvette a 13. havi bérüket, a 13. havi nyugdíjat. A hazára annyira vigyázott a Gyurcsány kormány, hogy csőd szélére sodorták. Annyira vigyázott, hogy az összes, nekünk akkori fiataloknak járó összes családtámogatási formát elvették. Mai fiatalok el sem tudják képzelni, hogy mi lenne ma, ha azok ma az időkben lettek volna fiatalok, amikben mi fiatalok voltunk, és a haza annyira vigyázott ránk, elnök úr, hogyha mindez nem tetszett, akkor még ki is lőtték a szemünket. Annyira vigyázott ránk. Nem akarunk ilyen hazából. Nem akarunk ilyen hazából, elnök úr. Emlékszünk, elnök úr, nem kérünk abból a hazából. És hazahozzák az uniós forrásokat. Önök ugyanúgy, önök két hét alatt elhiszem, hogy hazavisznek minden. Malév, erőművek, pécsi vízmű, Rába, és sorolhatnám minden, ami a kormányzásokhoz kötött. De a legszomorúbb, elvtársak, a legszomorúbb, az, hogy ezzel Gyurcsány elnök úr nem mást ismerte el ezzel a mondattal, hagyjuk is, hogy önök mit hordtak haza régen. Ezzel azt ismerte el, hogy az európai, a brüsszeli elit politikai nyomásgyakorlása és zsarolása használja a források visszatartását. Ebben vesznek önök részt a hazájuk ellen. Szégyen!